Átvette megbízó levelét Simon Miklós, a Fidesz-KDNP jelöltje a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 6-os számú választókerületben a szavazók 56,52%-ának támogatásával szerzett képviselői mandátumot az április 8-ai országgyűlési választáson. Változott a parkolás, május 1-től Nyíregyháza több belvárosi utcájában fizetős lett a parkolás. Elkezdődtek a meseautó olvasó próbái, az előadást a megújult szabadtéri színpad nyitó előadásaként láthatja majd a közönség augusztus 18-án. Átadták Simon Miklósnak a megbízó levelét Nyírbátorban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Fidesz-KDNP jelöltje a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 6-os számú választókerületben a szavazók 56,52%-ának támogatásával szerzett képviselői mandátumot az április 8-ai országgyűlési választáson. Simon Miklós 6. parlamenti ciklusát kezdi országgyűlési képviselőként. A 6-os számú választókerület székhelyén, Nyírbátorban vette át Simon Miklós a megbízó levelét, így hivatalosan is elkezdte 6. ciklusát országgyűlési képviselőként. A Fidesz-KDNP jelöltje Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os számú választókerületében nyert mandátumot április 8-án. Simon Miklós a szavazatok 56,52%-ával nyert a választáson. 2010-ben nem gondoltuk, hogy 18-ig eljutunk arra, hogy a térségünkben már keresni kell a munkavállalókat, a munkás kezeket. Hála Istennek idáig jutottunk, ez a nagy arányú közfoglalkoztatásnak is köszönhető, nem különben. És annak a 7000 új munkahelynek, amit sikerült a térségünkben a vállalkozóink segítségével teremteni. Ezt tartom a legnagyobb eredménynek. Ezen kívül rengeteg infrastruktúrális beruházás történt, 10 óta, 17 településen épült meg a szennyvízhálózat, ivóvízminőségjavító programok, templomok újultak, középületek újultak meg. A Fidesz-KDNP jelöltje 1998 óta országgyűlési képviselő a választókerületben, ehhez jelenleg 33 település tartozik. A 88 választókör szavazatai alapján 18 jelölt közül választották meg Simon Miklóst. Az országgyűlési képviselő a következő időszak terveiről is beszámolt. Hamarosan kezdődik az újabb fejlesztési hullám, ami legalább olyan kihívást jelent mindannyiunk számára, mint az elmúlt 8 esztendő, hiszen azt a 12 milliárd forintot, plusz azt a 8 milliárdot, ami a szociális ágazatba jött, a 12 pedig a területfejlesztési operatív programból adódik. Ezt úgy el kell költeni, hogy a térség a legnagyobb hasznát lássa ebből. Ez nagy kívás jelent mindannyiunk számára, az önkormányzatok és az állami szervek részére is. Nem különben pedig ugye a képviselőnek is segítséget kell nyújtani, hogy optimálisan valósuljanak meg ezek a beruházások. Simon Miklós a megbízó levél átvétele után megköszönte a polgármesterek munkáját is, akik az elmúlt évek alatt segítették a választókerület településeinek fejlődését. Május 1-től megváltozott a parkolási rend Nyíregyháza több belvárosi utcájában. Azokon a túlterhelt, jellemzően fizetős zónák mellett található területeken lett fizetős a parkolás, ahol a nagyszámú parkoló autó szinte ellehetetleníti az ott élők közlekedését és normális életvitelét. A szabályozás szerint azokon a területeken fizetőssé tehető a parkolás, ahol a telítettség meghaladja 70%-ot. Ez az autó érvényes jegy megváltása nélkül parkolt a fizetőssé vált Sólyom utcában. Az ellenőrök május közepéig csak felszólítják a szabálytalanul parkoló autók tulajdonosait, azt követően viszont akár 3000 forintos büntetés is kerülhet a szélvédőkre. A Nyír VV parkolási csoport vezetője szerint a belváros közelében lakók életét jelentősen megkönnyíti majd az új szabályozás. Az ingyenes területeken ugyanis előfordult, hogy a 98%-os telítettséget is meghaladta az ott parkoló autók száma. Ezeket a területeket elsősorban a lakosság kérésére próbáltuk meg bevonni fizető parkolóba, ugyanis ezek nagyon terhelt területek voltak, hiszen közvetlenül fizető zónák mellett helyezkedtek el. Megcsináltuk az előírt felméréseket, a 70%-os telítettséget minden
területen tapasztalhattuk, így volt lehetőség arra, hogy valóban fizetővé tegyük ezeket a területeket. A változás 12 útszakaszt érint, melyek közül egy kivételével mindegyik a kettes parkolási zónába esik. Május 1-től tehát fizetős lett a Vasvári Pál utca, Holló utca, Sólyom köz, Hadzell tér, Csillag utca, Bújtos utca, Pazonyi tér, Deák Ferenc utca, Kölcsei Ferenc utca, Kisernő utca, valamint a Józsa András utca is. Az érintett utcákban lakók és állandó lakcímmel rendelkezők 4070 forintért vásárolhatnak egész évre érvényes bérleteket. A hirtelen meleg miatt ugyan kicsit kevesebb lesz mindenből, de az eper és cseresznye termésre nincs panasz. A kajszi barack viszont nagyon megsínlette a korai tavaszi fagyokat. Az eper az egyik legnépszerűbb gyümölcs a termelői piacokon is. A vásárlók szerint érdemes várni a hazai szezonra. A gazdák azt mondták, az eper termés szerencsésen átvészelte a márciusi havazást, de a tavaszi fagy nem múlt el nyomtalanul a gyümölcsösökben. A gyümölcsfáknak a fagyok után a hirtelen jött nyárias idő sem tesz jót. A felgyorsult virágzás miatt ugyanis a méheknek kevesebb idejük van beporozni a fákat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke szerint a neheze pedig csak ezután következik. A gazdáknak ugyanis nyáron az aszállyal, a jégesőkkel és a kártevőkkel is meg kell küzdeniük. Mártonfi Béla ugyanakkor hozzátette, idén kevesebb cseresznye megy és szilva teremhet, mint tavaly, de az alma és a körte esetében például nem kell tartani érdemi károsodástól. Ez azt jelenti, hogy az idei még így is a termékenyebb évek közé sorolható, a gyümölcsökért így általában nem kell majd többet fizetni a hazai piacokon. Pénteken a horvát, a német, a román, a szerb és a szlovák nemzetiségi nyelv és irodalomtárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 2017-2018-as tanév május-júniusi érettségi időszaka, közölt az oktatási hivatal. Mint írták, a 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi vizsgarendszer 28. időszakában 1183 helyszínen várhatóan mintegy 110.700-an adnak számot tudásukról. A vizsgákat május 4-e és június 29-e között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, lebonyolításukban közel 3200 érettségi vizsgabizottság működik közre. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 28-a, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 7-e és 14-e, a középszintű szóbeliket pedig június 18-a és 29-e között tartják. Az érettségizők közül mintegy 73.400 végzős középiskolás ebben a vizsgaidőszakban teheti le az úgynevezett rendes érettségit. Rajtuk kívül mintegy 37.300-an tesznek majd legalább egy tantárgyból valamilyen típusú érettségi vizsgát. A jelentkezők várhatóan közel 401.400 vizsgát teljesítenek, mintegy 40.900-at emelt, 360.500-at pedig középszinten, közölte a hivatal. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban az idegen nyelven teljesítendő tárgyakat külön számolva 173 tárgyból tesznek középszintű, 94-ből emelt szintű érettségit. Baleset történt a 4-es számú főút 256-os kilométerénél Újfehértó és Téglás között tegnap este. Három személygépkocsi és egy kis busz ütközött össze, az egyik jármű árokba csapódott. A balesetnek összesen 9 sérültje van, ebből 7 felnőtt és 2 gyermek, őket a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték. A város önkormányzati és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a gépkocsikat áramtalanították, a baleseti vizsgálat idején a helyszínt biztosították, majd a forgalmi akadály megszüntetésén dolgoztak. A rendőrség a helyszínelés idejére teljes útzárat rendelt el, amit csak késő este oldottak fel. Az útzár ideje alatt a forgalmat mindkét irányból Újfehértó belterületén keresztül terelték el. Elindult a meseautó nyíregyházi története, elkezdődtek a darab olvasó próbái, hogy milyen lesz az előadás, arról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Bronzérmet szerzett a fiú junior kosárlabda bajnokság hazai rendezésű döntőjében a Nyíregyházi Sportcentrum csapata. Bockó Ádám együttese a harmadik helyről döntőmérkőzésen 80-76-ra verte a budapesti Honvédot. 5 fordulóval a zárás előtt matematikailag is bebiztosította a bajnoki címet a megyei első osztályban a sényői futballcsapat. Sándor Tamás együttese 2-1-re győzött a Mándok ellen, és a hátralévő fordulók eredményeitől függetlenül készülhet az NB3-ba jutásról döntő osztályozóra.
Elindult a meseautó nyíregyházi története, elkezdődtek a darabolvasó próbái. Az 1930-as évek slágerei helyett új dalok szólalnak majd meg, így sokkal komplexebb élményt tudnak adni a közönségnek, és valódibb lesz a musical. Azonban a híres Márkus Alfréd dal természetesen nem maradhat ki. Az előadást a megújult szabadtéri színpad nyitó előadásaként láthatja majd a közönség augusztus 18-án. Ezeket is megmutatom nektek, hogy az első bankképben belüljük azt, hogy ez a történet nem a mai korban játszódik, hanem a 30-as években játszódik. Nagyon fontos egyébként, hogy a két főszereplő lányom Pöttyösról legyen ez a történetben, majd később kiderül, hogy ez miért fontos. Jelmez és díszlettervek, régi új dalok és karakterismertetés. Így kezdődtek a meseautó olvasó próbái a Móricz Zsigmond Színházban. A musical rendezője Szente Vajk, aki a tavalyi évadban a Hello Dollyt, az idejében pedig a nagy sikerű Sherlock Holmes-t rendezte. A harmadik rendezése is nagy várakozásokkal teli, hiszen összeszokott csapattal dolgozhat együtt. Imádom Nyíregyházat, és ezt a teljes csapatommal együtt mondhatom. Ráadásul most ugye egy évad végén tartunk, mert ugye a színházi év az kicsit így a tanévhez hasonlóan most kezd véget érni, és az én kreatív csapatom annyiszor mondta, hogy jaj, mindjárt megyünk Nyíregyházára, mi ezt nagyon élvezzük. Nem csak azért, mert az a tapasztalatunk, mivel mindig jó időben vagyunk, így, hogy mindig süt a nap, hanem azért is, mert itt a színházban is mindig süt a nap. Ez egy nagyon felkészült, nagyon rendszerezett struktúra a nyíregyházi színház, ahol mindig nagy rend van, és ez pontosan jól kerül össze a mi színház eszményünkkel, mert ugye a zenés vagy a szórakoztató színházban szintén nagyon fontos, hogy nagy rend legyen. Az 1934-es forgatókönyvből készült el az új meseautó. A későbbi 2000-ben készült film már egy nagyon modern feldolgozás volt, viszont a rendező az eredeti alapokhoz visszanyúlva az emblematikus meseautót szeretné visszahozni a nézőknek, amelyben Mika Bozs Gyula játszott. 2016-ban a Madách Színház színpadán is megelevenítette ezt a történetet, azonban az ígérete szerint a nyíregyházi darab teljesen más lesz. Azért, mert ott lesz nagyon sok tapasztalás, amit a Madách Színházi előadásban felvettünk, és egyáltalán nem vágyunk ahhoz hasonlatos előadást csinálni. Úgy mondom ezt, hogy az a Madách Színháznak az egyik zászlós hajója, mert tényleg fantasztikus sikere van, aminek nagyon örülünk, de ezzel együtt szabad alkotóként kezeljük ezt, és azt beszéltem meg az én alkotótársaimmal, hogy a példányból kiindulva csinálunk egy előadást. A film egyik legkiemelkedőbb szereplője Halmos Aladár, az irattár vezetője. Őt Kabos Gyula után Bajor Imre alakította, most pedig Puskás Tivadaron a sor, hogy megmutassa, milyen az, amikor egy szürkének látszó kisember más, nagyvilági életet akar élni. Remélem, hogy közel áll. Igen, valóban a Kabos Gyula játszotta nagyszerűen, káprázatosan. Éppen most olvastam róla, hogy milyen szomorú életet élt a végén, de miközben egy nagyon gazdag filmes pályája volt. Hozzám közel áll. Én is ilyen vagyok, társasági ember, és ugyanazokat a dolgokat szeretem, amit ő. A darabot első alkalommal a megújult szabadtéri színpadon augusztus 18-án láthatja majd a közönség, de ez lesz a 2018-2019-es évad nyitó nagyszínpadi előadása is szeptember 15-én. A darabra jegyek már kaphatóak a színház jegyirodájában. Bronzérmet szerzett a fiú junior kosárlabda bajnokság hazai rendezésű döntőjében a Nyíregyházi Sportcentrum csapata. Bockó Ádám együttese a harmadik helyről döntő mérkőzésen 80-76-ra verte a budapesti Honvédot. Az első helyen az Alba Fehérvár végzett, a második pedig a Debreceni Kosárlabda Akadémia csapata lett. A nyíregyháziak közül Mokánszki Máté bekerült a torna válogatottjába. Címvédőként a szezonban hazai pályán veretlenül vágott neki a tornának a nyíregyházi csapat. Az első meccsen a Vasas ellen hosszabbítás után 70-66-ra győzött Bockó Ádám együttese. A folytatásban a Debrecentől 85-76-ra kikaptak Mokánszkijék, majd a Szeged ellen 80-66-ra nyert a házigazda. Az elődöntőben egy dudaszóra dobott triplával az Alba Fehérvár 64-64-re jobbnak bizonyult a nyíregyháziaknál. A bronzmérkőzés is végig szoros volt, végül a budapesti Honvéd ellen 80-76-ra győzött a nyíregyházi sportcentrum, megszerezve ezzel a harmadik helyet. Látva a mezőnyt, úgy gondolom, hogy a nyíregyházi sportcentrum 18-as csapata, én az öltözőben azt mondtam nekik, hogy csodát műveltek, és valóban csodát műveltek, hiszen azt hiszem, hogy ebben a mezőnyben nagyon nehéz volt elcsípni ezt a bronzérmet.
láthattuk azt, hogy milyen szoros mérkőzések és milyen kicsi különbségek voltak a csapatok között. Egy kicsi szerencsével juthattunk volna tovább is, ha az utolsó fél másodpercben nem kapunk egy olyan hárompontos kosarat, amikor az ellenfél játékosa a gyűrűt sem látta, de hát ez a kosárlabdában benne van. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép teljesítmény és nagyon szép sikert ért el ez a csapat, és hosszú évek óta ott tud lenni a magyar bajnokság élmezőnyében. Azt hiszem, ez mindenféleképpen tiszteletre méltó. A csapat edzője Boszkó Ádám szerint a keret valamennyi játékosa kivette a részét a bronzérem megszerzéséből. Tekintve, hogy mindkét előttük végzett csapattól kikaptak, a szakember szerint reális eredmény született a tornán. Természetesen minden meccset vagy tornát szerettünk volna megnyerni és első helyen végezni, de be kell, hogy lássuk, vagy be kell, hogy lássam, hogy nagyon kis dolgok döntöttek az elődöntőbe is, és a csoportmérkőzéseknél is, és mivel kétszer kikaptunk az elsőtől és a második helyezettől, ezért én úgy gondolom, hogy ez a harmadik hely reális. A nyíregyházi csapat játékosa Sitku Márton elmondta, a pályán is érezni lehetett, hogy hasonló erősségű együttesek játszanak egymással. Ez szerintem minden idők egyik legkiegyenlítettebb döntője lehetett, mivel szinte mindegyik meccs 5 ponton belül volt. Kezdjük ott, hogy a mi első meccsünk egy hosszabbításos győzelem volt a Vasas ellen, ez elég sokat kivett már akkor belülünk. A Debrecennel is kiki meccset játszottunk, talán a Szeged meccs volt az, amin kicsit tudunk mi is pihenni, és könnyen meccs volt, de utána már mindegyik meccs egy labdás volt. Az aranyérmet a tavaly még a nyíregyházi csapattal a bajnoki címet szerző Pető Ákos által irányított Albafehérvár szerezte meg, miután a döntőben 72-70-re legyőzte a Debreceni Kosárlabda Akadémia csapatát. A torna válogatottjában szakemberek beválasztották a nyíregyházi Mokánszki Mátét is. 5 fordulóval a zárás előtt matematikailag is bebiztosította a bajnoki címet a megyei első osztályban a Sényői futballcsapat. Sándor Tamás együttesek 2-1-re győzött a Mándok ellen, és a hátralévő fordulók eredményeitől függetlenül készülhet az MB3-ba jutásról döntő osztályozóra. Az elmúlt héten az amatőr kupában szerzett elsőségét ünnepelhette a Sényű a Nagykanizsa elleni 3-1-es siker után, a megyei első osztály 25. fordulójában pedig a bajnoki címet biztosította be Sándor Tamás együttese. A listavezető idéglenes otthonában Kemecsén fogadta a Mándokot, és 2-1-es győzelmével matematikailag is biztossá tette azt, amit jó ideje tudni lehetett, azaz a Sényű megnyerte a megyei első osztályú bajnokságot. A második helyen álló Nyír Gyulaj 1-0-ra nyert Balkányban, a harmadik Nagyhalász pedig a Rakamaszt verte 2-0-ra. A Tiszavasvári 4-0-ra bizonyult jobbnak a Domrádnál, a Baktalórendháza gólzáporos meccsen 6-2-re ütötte ki a Kótajt. A Tuzsér Máté Szalka találkozó 2-1-es, a Vásáros Namény Fehérgyarmat mérkőzés pedig 3-0-ás hazai győzelemmel végződött. Az egyetlen döntetlent a Nagyecset Tarva mérkőzés hozta, amelyen 2-2 gólt szereztek a csapatok. A tabella élén a Sényű áll 70 ponttal, megelőzve az 55 pontos Nyír Gyulajt és az 50 pontos Nagyhalászt. A Mándoknak 42, a Vásáros Naménynak 41, a Nagyecsednek pedig 40 pontja van. Az alsó régióban a 12. Fehérgyarmat eddig 23 pontot szerzett. Mögötte egyaránt 21 pontja van a Domrádnak és a Máté Szalkának. Őket követi a 18 pontos Rakamaz, a sort pedig a 11 pontos Kótaj zárja. A 26. forduló párosítása a következő, Domrád Baktalórendháza, Tarpa Tiszavasvári, Nyír Gyulaj Vásáros Namény, Máté Szalka Nagyhalász, Mándok Tuzsér, Kótaj Sényű, Rakamaz Balkány és Fehérgyarmat Nagyecsed. A budapesti versenyt követően Münchenbe utazott Fucsovics, aki legutóbbi 4 meccsét elvesztette. A német 250-es ATP tornán azonban újra győzelmet aratott. Az első fordulóban ugyanis 6-4-7-5-re legyőzte a 60. helyen álló argentin Pellát, és bejutott a 16 közé. A nyíregyházi teniszező csütörtökön a második fordulóban a karrierje legjobb formájában lévő olasz játékossal, Marco Cecchinatoával találkozik, aki budapesti torna győzelmével 33 helyet előre lépve már az 59. helyen áll a világranglistán. Amennyiben Fucsovics nyer, a 8 között a világranglistán 73. német Maximilian Marterer, vagy a 3. kiemelt a világranglistán 16. Diego Schwartzman lesz az ellenfele. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
átadták Simon Miklósnak a megbízó levelét Nyírbátorban. A Fidesz-KDNP jelöltje a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 6-os számú választókerületben a szavazók 56,52%-ának támogatásával szerzett képviselői mandátumot az április 8-ai országgyűlési választáson. Simon Miklós 6. parlamenti ciklusát kezdi országgyűlési képviselőként. Május 1-től megváltozott a parkolási rend Nyíregyháza több elvárosi utcájában. Azokon a túlterhelt, jellemzően fizetős zónák mellett található területeken lett fizetős a parkolás, ahol a nagyszámú parkoló autó szinte ellehetetleníti az ott élők közlekedését és normális életvitelét. A szabályozás szerint azokon a területeken fizetőssé tehető a parkolás, ahol a telítettség meghaladja a 70%-ot. Elindult a meseautó nyíregyházi története, elkezdődtek a darab olvasó próbái, az 1930-as évek slágerei helyett új dalok szólalnak majd meg, így sokkal komplexebb élményt tudnak adni a közönségnek, és valódibb lesz a musical. Azonban a híres Márkus Alfréddal természetesen nem maradhat ki. Az előadást a megújult szabadtéri színpad nyitó előadásaként láthatja majd a közönség augusztus 18-án. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, május 2-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Folytatódik az ilyenkor megszokottnál melegebb idő, csütörtökön már szárazabb levegő alakítja időjárásunkat. Az előttünk álló éjszaka gomoly felhős idő várható, majd estétől fokozatosan kiderül az ég. Estig szorványosan zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A délkeleti, majd a keletire forduló szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős idő várható sok napsütéssel. Csapadék nem valószínű. A keleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is folytatódik az ilyenkor megszokottnál melegebb idő. A sok napsütés és a gomoly felhők képződés mellett több alkalommal fordulhat elő zápor, zivatar.